Az idén is Znamenák is már rendezett Kőszegen. De itt Kőszegen a Várszínháza, miért éppen a Nem élhetek muzsika szó nélküli darabot tűzték műsorra? Nagyon érdekes, mert nem én választottam a darabot, hanem a vezetőség választotta, de nagyon találkozott, mert én ezt már talán másfél évtizeddel ezelőtt meg akartam rendezni Kaposváron. És valahogy akkor az akkori igazgatóm, a Babarczi László azt mondta, hogy ezt most ne csináljuk, mert ez most nem szól eléggé jól semmiről. És most, hogy a Pocze Zoliék megkértek, most örömmel vettem elő újra, hiszen én ezt akartam csinálni. És én szerintem nagyon-nagyon jó darab ez. Jó, a kisregény is nagyon jó, de a darab is nagyon jó, mint a Móricz írt belőle. Mi egy picit átdolgoztuk, hogy még több zene és még több nóta elhangozhasson benne, de igazából csak azért, mert ott nekem volt egy kis hiányérzetem a színdarabbal kapcsolatban, hogy a Móricz azt az utat választotta, hogy egy tulajdonképpen egy három napos névnapnak a legvégét mutatja meg. Én meg azért akartam abból az örjöngésből, ami ilyenkor egy ilyen névnapi bulin volt már akkor is, megmutatni valamit abból, hogy az mi lehetett. És nálunk úgy kezdődik a dolog, hogy még javában a tetején vagyunk ennek a dolognak, és aztán abból csendesedünk le. Milyen együtt játszani a két kaposvári óriási nagysága két színésznővel? Hát, hogy milyen, hát ők mindent, ők fantasztikusak. Hát ők szóval azon a szinten tartanak a színészetben, hogy tényleg elég egész egyszerűen megjelenniük. Az az állapot, amit hordoznak, és az a fajta tudás erről az egész szakmáról, az olyan szinten csapódik ki abban a pillanatban, hogy belépnek a színpadra, hogy az csak lenyűgözően lehet nézni. Hát aztán persze vannak dolgok, amiben nem mindenben értünk mi egyet azért. Olyankor kicsit vitatkozunk, de hát ők fantasztikusak. Alig van olyan, amiben, tényleg alig van olyan, amiben instruálni kell őket. Tehát ez egyszerűen elég két mondatot mondani valamiről, és azonnal tudják, hogy mit kell csinálni. A nyári színházak kedvence Molnár Piroska. A művésznő a Szabadtéri Színházak Szövetsége Amfiteátrum díját kapta meg, és az elmúlt években Szegeden, Gyulán, Esztergomba és itt Kőszegen is szerepelt. Ennyire szereti a nyári szabadtéri előadásokat? Igen, tulajdonképpen szeretek a nyár egy részében is dolgozni. Hát különösen, hogy hívnak, akkor nehéz is ellene mondani a dolognak, vagy nehéz ellenállni a hívásnak. Kőszegen azt hiszem, hogy 17-szer vagy 18-szor vagyok már itt, tehát már kicsit itthon vagyok a városban, a várban. Gyulán még csak egyszer játszottam tavaly, a macskajátékot ott mutattuk be. Szegedi Szabadtérin is többször megfordultam, Pécsett is játszottam szabadtéri színpadokon. Hát ennek megvan egy külön varázsa, ugye, különösen ha szép a nyár és nem esős, akkor ez a színészeknek ugyanúgy örömére szolgál, mint a közönségnek, hogy a csillagos ég alatt lehet játszani, lehet élvezni a színházat. Az elfoglaltságok mellett mennyiben lehet megismerni a helyszínt, például Kőszegvárost? Marad azért egy pici idő erre? Hát amikor már lemennek a próbák, tehát megvan a premier, és van az a pár nap, amikor csak játszunk, ugye, illetve hát még egy teljes hét a premier után, akkor az ember beleveti magát abba a városba vagy helységbe, ahol éppen van, és megpróbálja megismerni ott a környezetet, úgyhogy van idő rá, van. Azt olvastam valahol, hogy önnek 6 évig közös öltözője volt Pogány Gyurittal. Kaposváron közösen játszottak, és hát több olyan szabadtéri előadás is volt, ahol önök közösen szerepeltek. Mennyire meghatározó egy-egy színész életében egy-egy ilyen típusú kapcsolat? Hát volt az 16 év is, amikor együtt öltöztünk, nem 6, mert én összesen 25 évadot töltöttem Kaposváron, Jutka meg legalább 36, azt hiszem. Úgyhogy
legalább 16 évig öltöztünk együtt, ha nem tovább, és hát rengeteg darabban voltunk partnerek. Akkor még működött a Boglári szabadtéri színpad, amit hát kaposvári színészekkel, kaposvári produkciókkal működtettünk nyáron. Ott is sokat játszottunk együtt, de a mi barátságunk tulajdonképpen a civil életben is tovább folytatódik, tehát nem csak egy ilyen színházi. Hatnám, hogy egy nagyon szoros barátnői kapcsolat. Ahogy mennek előre az évek, és az egymásra utaltsága az embernek, ahogy öregszik, egyre nagyobb, úgy erősödik ez a barátság az életben is. Szeptemberben folytatódik a Nemzeti Színházban a munka. Addig még lesz idő egy kis pihenésre? Igen, egy teljes hónapot pihenni fogok Balatonon, 2 hetet, és utána a horvát tengerparton 2 hetet. Már visszajáró Kőszegre Hollósi Frigyes. Művész úr, azt olvastam, hogy a szereptanulás, a szerepolvasása az nem a legkedveltebb foglalkozása. De hát több mint 200 szerepe volt. Ez a két dolog hogy egyeztethető össze? Ez tulajdonképpen az, hogy én rontottam el egyszer, mert ezzel humorizáltam, és ezt most mindenki megkérdezi. De az igazság az, hogy én ugyanúgy vagyok, mint a többiek, hogy nem igazán szeret az ember tanulni, szóval vannak, akik szeretnek tanulni, hogy ismereteket szerezzenek, de ez a szövegtanulás, ez olyan, mint a iskolában a magolás. Hát meg kell tanulni tulajdonképpen szó szerint a szöveget, és ezt az iskolában se szerettem, és most se szeretem, de szerintem nem sokkal rosszabbul vagyok ezzel, mint a többi kollégám. Szóval nehezen ülök neki, nehezen szánom rá magam, és hát ez így elterjedt, hogy én és a szöveg azok elég külön vagyunk egymástól. 2 nap múlva premier, pillanatnyilag akkor hogyan áll a szövegtudása? Hát most nincs olyan nagy probléma, nem akkor a szerepem, és hát szövegileg nem olyan nagy terjedelmű a dolog. Hát azt hiszem, hogy ugyanúgy meg lesz, mint hogy eddig megvolt. Azt hallottam erről, hogy nagyon szeret a színházba, a színházi kávéházba leülni, beszélgetni, kávézni, tracsolni, elsősorban a színészekkel. Egy ilyen nyári színházi előadás kapcsán, mondjuk itt Kőszegen, van erre lehetőség? Ki tudja élni az ilyen hajlamait? Abszolút, ki tudom élni a hajlamaimat. Egyrészt ugye a próbák alatt az öltözőben ott vagyunk, most lett ugye ez az új... Számomra őrület, mert ugye már a koromnak megfelelően. Tehát az internet, de számítógéppel, most már én is azt nézegetem, akkor van miről beszélünk bőven, ugye különböző színházakból jövünk, és hát különböző problémák, meg általánosan. Nagyon érzem magam, és hát ugye itt van Kőszegen, mindig fölmegyünk a Rokkóba, amikor vége van a próbának, és utána akkor már megy a pizzázás. Én tavaly nem voltam itt, hanem a barátom, a Benedek Miki volt, és ő kitalált itt egy újfajta, nem tudom, lehet mondani, ugye, hogy hova járunk, azt mondom, hogy ez nem egy... És ő kitalált egy saját ízlése szerinti pizzát, és most már 3. este úgy megyek föl, és mindig kérem a Benedek pizzát, ami teljesen megfelel annak, amit én szeretek. Ön nagyon gyakran jár Szombathelyre, a Szavárja Történelmi Karnevára. Vajon mi csábítja elsősorban a rendező barát, vagy a környezet, és a másik kérdés, hogy az idén láthatjuk-e Szombathelyen? Igen, ott egy kicsit nehezebb lesz a szövegi helyzetem. Ott, szóval, hogyha már visszagondolok, igen, hát ez nagyjából így szokott lenni, hogy Kőszegen vagyok először, és utána megyek át Szombathelyre. Nekem ez az egész nyár, ez mindig Nyugat-Magyarországon is, és hát nagyon-nagyon várom minden évben, és nem is tudom, hogy mi lesz, amikor elérkezik az idő, hogy se ide, se oda nem hívnak. A visszatérve Szombathelyre, hát nyilvánvaló, hogy olyan szempontból összeköt engem az, hogy ki hív oda, hát a Jordán hív oda, hát azért oda megyek, és hát miután ő a barátom is, meg igazgatom is volt, hát ez teljesen természetes, de hát ide is mentem már Kőszegre, mióta járok. Nem tudom elmondani a rendezőknek a sorrendjét, ha Merő Bélán keresztül, akkor a Jordánon, most akkor az nominál. Tehát nem tudom, én remélem, hogy nem a rendező centrikusság hoz engem ide, hanem hogy itt szoktam játszani olyanokat, és esetleg emlékeznek még az emberek arra.
Van lehetőség itt Kőszegen, Szombathelyen esetleg közben valami fajta kikapcsolódásra? Említette esetleg a horgászatot, vagy valami más ilyen jellegű dolog? Hát az egész egy kikapcsolódás. Hát az egész az ebből abból a bűnös városból, ahol ugye most minden föltúrva, minden. Szóval nagyon-nagyon jó onnan eljönni ilyenkor. Nem mondom, hogy a végén az ember nem érzi azt, hogy most már megint visszamegyek. De hát én nekem az egész egy kikapcsolódás, az egész táj, az őrség. Járkálok most ugye, hogy átlemneni Ausztriába, most már nem is annyira érdekes, de azért azt is az ember kiugrik, megnézi. Hát itt egymástól mondjuk a címeket, már mindig megvan beszélve, hogy hova megyünk enni. Én ezeket főleg már jól ismerem, és akkor oda szervezünk turnékat, kajálunk, hát remekül érezzük magunkat. A Várszínház színésze volt Pogány Judit. Művésznő, az ön életében meghatározó időszak volt a Kaposvári Színház. Vannak még ma most Magyarországon ilyen színészműhelyek? Én reménykedek, hogy vannak. Részben Kaposvár is azért még mindig tartja magát, tehát még ha sok a változás is, de valahogy néha azt érezzük, mikor lemegyünk Kaposvárra, hogy ott a falakban van már valami. Hát most nagyon nagy változás történt az elmúlt évad végén, meglátjuk, mi lesz a vége. Például, ahova én nagyon szeretek járni, Eger. Egerben is van egy ilyen nagyon-nagyon összeérett műhelymunka. És hála Isten, ahova nemrég szerződtem, hát most már nemrég, hát 5 éve lassan, az Örkény István Színház, a régi Madácskamara. Ott is egy olyan csapat gyűlt össze, hogy hát nyilván ezeknek van egy feje, a Mácsai Pál. Olyan megnyugtató az az igényesség, amivel ő a jóra vágyik, és a jót meg akarja oldani, hogy ez egy biztosíték számunkra, a társulat számára. Tehát én ott nagyon-nagyon szeretek lenni, nagyon jó csapatnak tartom, jó színészeknek, és szeretünk együtt lenni. Tehát megmaradt ennyi éven át is a kíváncsiság egymás iránt. Én azt hiszem, hogy az is ilyen műhelyszerűen összeérett, vagy legalábbis nagyon, nagyon jó irányba érő csapat. És hát Budapesten azért több is van, hát a stúdiókások, a Fodor Tamás vezetésével, aztán a szkénések, hát az egy egészen szenzációs. Tehát mindig ünnepel menni az ő előadásukra. A színészet mennyire individuális műfaj, hiszen ön például jár egy monodrámával nagyon sok helyre, illetve az előbb arról szóltunk, hogy mégiscsak kell egy közösség. Mennyire meghatározó akkor a közösség, vagy mennyire egyéni a műfaj? Hát a munkánk 98%-a közösségben zajlik. Tehát azért a produkciók nagy része az nem olyan típusú előadás, amit az ember egyedül játszik. Hát egy-két kivétel van, mint amikor Jordán Tamás csinálta a Szokratészt, vagy Molnár Piroskás játszott egyszer egy monológot Kaposváron. Ő bevallotta, hogy ő nem nagyon szerette. Én viszont azt az anyagot, amit pedig én jó anya címmel játszom, és nagyon büszke voltam, és nagyon boldog, hogy Kőszegre is meghívták. A Póca Zoli meghívta Kőszegre is, ami számomra egy nagy kötődés, mert nyári színházba egy olyan kőkemény darabot meghívni, ez egy hősies dolog, és hát csodálatos élmény volt számomra, hogy azt itt is eljátszottam. Én nagyon szeretem ezt a... Ez egy kétszeres gyerekgyilkosságért felakasztott fiúnak az anyja, aki megpróbálja a lehetetlent. Azt, hogy megfejtse a fia idegrendszerét, vagy a cselekedeteit, vagy megindokolja, vagy próbálja megmagyarázni. De annyira kínlódik közben, mert ugye ez lehetetlen, nincs rá mentség, és közben állandóan gyanakszik, hogy ő miben hibás. Tehát ez egy olyan rémület az egész másfél óra az anya részére, és óriási katarzisokat él meg, mert mindig újraéli az összes bűncselekményt. Tehát én nagyon szeretem. Tehát bevallom, hogy a színházi műfaj az igenis közösségi munka, de nagyon szeretem a monológokat is, ami eddig nekem osztályrészül jutott, nagyon szerettem. Ezt a monodrámát ön előadta Szegeden, a Csillagbörtönben is, ahol ugye az elítéltek nagyon nagy érzelmi, hogy mondjam, tehát érzelmileg nagyon megfogta őket, azt olvastam. Mit tapasztalt? Hát megmondom őszintén, hogy állt a levegő, a terem egy hosszúkás terem volt, és 80 darab gyilkosságért, vagy gyilkossági kísérletért
bebörtönzött férfi ember ott ült, ugye különböző korúak, fiatalabbak, középkorúak, és hát állt a levegő, és a darabban szöveg is van arra, hogy talán a csillagbörtön az a legszigorúbb. Mikor gondolkodik, hogy ma melyik a legszigorúbb börtön az országban, hát ott tényleg állt a levegő. És utána egy beszélgetés volt, amiben rádöbbentem, hogy milyen szélsőségesen élték meg. Volt olyan, aki bevallotta, hogy ő közben haragudott rám, szeretett volna kimenni, ott hagyni az egészet, nem szerette. Hát mert nem bírta, hogy fáj neki. Mert ez az anyag, ez azt érintgeti, hogy aki elkövette a bűncselekményt, az tudja, hogy ő mit él meg. De akik kint maradtak, hogy azok mit élnek meg közben, hogy az ő gyerekük, vagy férjük, vagy netán fordított esetben feleségük, hogy az mit él meg, ugye, aki kint maradt, és nem esett mindegyiküknek jól ez a találkozás ezzel az érzéssel, ezzel a feszültséggel. Viszont olyan fantasztikus volt, hogy meglett férfiak, kopaszra vágott fejű férfiak, az elítéltek, ott álltak egyes sorba, kígyózó sorba az asztal előtt, a díszletből bemaradt, és autogramot kértek. Kis cédulákra, papírokra, jegyekre, füzetekre, nem tudom mi. És utána kaptam a 9 oldalas fantasztikus leveleket, vallomásokat. Volt, aki összehasonlította a saját mamáját és a általam játszott Molnárné féle mamát a saját anyja javára. Aztán volt, aki azt írta, hogy bár az ő anyja ilyen lett volna. Tehát hihetetlen mély érintés volt az, amikor én ott találkoztam. De aztán nem csak elítélteknek tudtam játszani, hanem nagyon sok. Elmentünk az ország legkisebb településeire, 350 fős kis falvakba. Meg olyan is volt, amikor javítónevelő intézetbe játszottam. Az keményebb közeg volt még, mint a gyilkos férfiak. Mert azok el akarták tartani mindenáron maguktól, és aztán pár nap múlva vallották be, hogy azért, mert az ő anyja az nem ilyen. Tehát hihetetlen, mély dolgokat kavar fel az anyag. A Várszínház igazgatója Póca Zoltán értékelt. Látogatói oldalról. Tehát mindig egy olyan folyamatos rohanásban voltunk, ami az embernek néha már a lelkének sok volt, mert én azt szeretem, amikor egy-egy előadásra lelkileg is fel lehet készülni. Tehát a vendégeknek is úgy tudjuk ajánlani, hogyha a sajtóban, a médiában minden előadáshoz külön valamilyen fölvezetés csatlakozik, hiszen nem mindegy, hogy milyen háttérinformációkkal érkeznek ide a vendégek, de azt hiszem, hogy azért sikerült úgy véghez vinni a programot, hogy ezt a fajta sokszínűséget értékelje a közönség. Én ezúton is köszönöm a kitartásukat, hiszen volt, aki 4-5 előadásra jött el, volt, aki 2-szer ázott, úgyhogy az idei év tapasztalata az is, hogy talán a legkitartóbbak a Kőszegi Várszínház vendégei, hiszen több alkalommal volt olyan, hogy csöpörgős vagy félig esős időben volt, és a színészek döbbentek meg a legjobban, akik ugye most már tető alatt vannak, hogy milyen kitartó közönségünk van. Én azt szoktam mondani, hogy mi általában nem mondjuk meg a közönségnek, hogy meddig tart az előadás, ők a lábukkal szavaznak. Tehát ha már kijönnek a nézőtérről, akkor úgysem tudjuk folytatni az előadást. Hát bizony az idei évben néhányszor igazán a tűrőképességük határán voltak ők is. Viszont azt mondhatom, hogy olyan előadások sikerültek egyébként esősre, amelyek különlegesek voltak. Tehát olyan ami még egy plusz ízt adott ezeknek az előadásoknak. Hát éppen amikor beszélgetünk, most is egy ilyen kicsit esik, utána süt a nap időszakban vagyunk. Hát az idei nyár mindenféleképpen a végletek időszaka volt. Ehhez képest a Várszínház egyébként ezt jól átvészelte. Látogatói oldalról azt mondhatom, hogy nem nagyon vettük észre a válságot. Pár százalékkal estek vissza az előadás látogatottságuk, tehát nem globálisan, hiszen mivel több programunk volt, több előadásunk volt, a nézőszám nagyobb volt, tehát igazából egy-egy előadásnak a látogatottságát tudom viszonyítani. Ott pár százalékos visszaesésről beszélhetünk, nem nagyobbról, ami beszélve a többi szabadtéri kollégával nagyon jó eredmény, hiszen mások 10-15 százalékos visszaesésről számolhatnak be, köszönhetően a gazdasági hatásoknak. Én inkább azt mondom, hogy
a járulékos költésben lehet észrevenni a vendégeknek a spórolását. Tehát ugye van a Kőszegi Várszínház borát is árulják itt a színházban, illetve a környékbeli éttermekben hirdetett akciók kapcsán is azért szorosabb kapcsolatban voltunk az éttermekkel, és bizony onnan azt a visszajelzést kaptuk, hogy nagyobb a visszaesés. Annak ellenére is, hogy a főtéren ugye minden este 7-kor voltak programok, én magam is többször tapasztaltam sok esetben, hogy 7 órára megtelt a tér, és nagyon sok esetben nem azok mentek a teraszra, akik az előadásra jöttek, hanem inkább megnézték az előadást, és tovább mentek, és a teraszra pedig inkább olyanok jöttek, akik talán egyébként is jöttek volna. Tehát kisebb volt ennek a hatása, mint ahogy ezt az előző években tapasztalhattuk. Reméljük, hogy a következő évben már egy olyan fejlendülés tanúi lehetünk, hogy ez a hatás újra nagyobb lehet.